A Pristinával való kapcsolat rendezésétől, valamint a reformok végrehajtásától függ Szerbia uniós integrálódásának üteme, olvasható az Európai Bizottság legújabb országjelentésében. A dokumentumot ma mutatták be hivatalosan Brüsszelben, és Brüsszel sürgeti Belgrád és Pristina megállapodásának végrehajtását, főleg a koszovói szerb önkormányzatok közösségének megalakítását. Az Európai Bizottság elvárja Szerbiától, hogy fokozza a joguralom megteremtésére tett erőfeszítéseket, méltányolja a regionális együttműködés elmélyítésében, valamint a migránsválság kezelésében vállalt szerepét. I personally continue to facilitate the dialogue on normalization of relations between Belgrade and Pristina, including on the achievement of a legally binding agreement. Obviously, this is a process. So maintaining and deepening the current reforms must, and I am sure will, continue in all areas, in all the partners' countries, in particular in the fundamental areas of the rule of law, human rights, democratic institutions, and public administration reform, as well as on economic development and competitiveness in all areas where structural shortcomings are still identified. Countries must, and I'm sure will, ensure that the reforms are properly implemented and that they demonstrate a track record of concrete results. Not because Brussels asks, but because this is what the people of the region, the citizens, are expecting from their institutions and their leaderships. And we have seen determined, committed political leaderships in this respect. Az elmúlt hónapokban is folyamatos fejlődést mutattak az Európai Unió tagjelölt államai, mondta el Johannes Hahn. Az Európai Unió bővítési biztosa kifejtette, a gazdasági fejlődés érzékelhető, ám a térség stabilitás kérdésében még sok feladat vár a Nyugat-Balkán államaira. Szerbiával kapcsolatban kifejtette, az állam megfelelő ütemben halad az eurointegráció felé, amely az elkötelezett vezetőknek is köszönhető. Ám a legfontosabb, hogy a térségben élők is tapasztalják a pozitív változásokat, tette hozzá Johannes Hahn. The aim to export stability in order not to import instability. So this is clearly also a message we always have to pass to our citizens back home. The Western Balkan strategy we presented back in February reaffirmed the European perspective of the region and injected further dynamism into this policy, a kind of dynamism you could see even till today. Yeah? It's always dynamic what we are doing in the area of this policy also amongst us, and today's country report is our annual health check after 1.5 years. This is simply because we have decided to synchronize our country report from now onward to the economic reform package, which is usually issued in spring. Amíg az Európai Unió nem reformálja meg saját működésének rendszerét, addig nincs szükség újabb tagállamok csatlakozására, véli Emmanuel Macron. A francia elnök az Európai Parlamentben elmondott beszédében kiemelte, a Nyugat-Balkán az európai projekt része kell, hogy legyen, de most nincs itt az ideje annak, hogy új tagállamokkal bővüljön az EU. Nem szeretnék egy olyan Balkánt, amely Törökország és Oroszország felé fordul, azonban azt sem szeretném, hogy a most 28, holnap pedig már csak 27 nehézségekkel küzdő tagállam úgy döntsön, hogy holnaptól 30 vagy 32 tagállammal ugyanazon szabályok mellett galoppozza, folytassa tovább, mondta Macron. Deli Andor vajdasági fideszes LP képviselő az éves országjelentések bemutatása kapcsán felhívta az Európai Bizottság és a bolgár Soros elnökség figyelmét a csatlakozási tárgyalások felgyorsításának szükségességére, hogy a 2025-ös csatlakozási határidő megvalósítható legyen Szerbia és Montenegró számára. A délutáni órákban Deli Andorral beszélgettem. Képviselő úr, hogyan értékeli Johannes Hahn Szerbia EU csatlakozási folyamatáról szóló jelentését? Igen, valóban ma láttuk, a bizottság bejelentette, hogy előállnak, elkészültek a nyugat-balkáni országok éves értékelésével. Azt lehet mondani így az első ránézésre, első olvasatra, hogy a szokásos elementumokat, a szokásos pontokat
tartalmazza minden érintett ország tekintetében, így Szerbia vonatkozásában is elsősorban észrevételeket tartalmaz azokon a területekre vonatkozóan, amelyeken javítani, tovább dolgozni kell. Mit jelent ez Szerbiára nézve? Amint említettem, itt észrevételek ledolgozni valók, szóval a kormányzat számára további munkát, kötelezettségeket jelent a gyakorlati értelemben. Ugyanakkor politikai értelemben azt hangsúlyosabban elmondanám, hogy a jelentés megemlíti is a 2025-ös dátumot, illetve a tagjelölt országok csatlakozási lehetőségét az Európai Unióhoz, így a bizottság újfent elkötelezte magát az mellett, hogy támogatja és segíti a tagjelölt országoknak a felzárkózását, és ez mindenképpen egy jó jel, és a kormányzatoknak, így a szerb kormány számára is szerintem a legfontosabb az elkövetkező hónapokban az az, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, ezt a nyitott ajtót, amit a bizottság stratégiája jelentett. Az ön véleménye szerint Szerbiában hogyan haladnak a reformok, amik az Európai Uniós csatlakozáshoz szükségesek? Azt gondolom, hogy számos tennivaló akad még természetesen. Nevesíthetnénk a jogállamiság kérdését, a független intézmények kérdését, a gazdasági reformok folytatását, a korrupció ellenes harc fokozását. Ezek azok az elemek, amelyek megjelennek, és amelyek további munkát, tevékenységet, feladatot jelentenek a szerb kormányzat számára. Ugyanakkor az is előjön ebből a jelentésből, hogy vannak területek, vannak témakörök, amelyben előrelépéseket lehetett tapasztalni, és ez mindenképpen jó irányba mutató jelzés. Még mindig a 2025-ös dátum a realitás arra, hogy Szerbia az EU tagja legyen? Személyes véleményem az, hogy igen. Ugyanakkor szükséges a munkamenet, a munkatempó fokozása. És itt nem csak a tagjelölt országok, itt nem csak Szerbia vonatkozásában kell fokozni a munkatempót, hanem az uniós intézményeknek is, ha szabad ezt mondanom, csipkedniük kell magukat. Ugyanis az elkövetkező hónapok lesznek azok, amelyek sorsdöntőek, és amelyekben a legtöbb munka várható, és a legtöbb eredményt kell felmutatni ebben a témakörben. És ez elsősorban azért van így, mert 2019 az uniós intézményekben nem elsősorban a bővítés politikával való foglalkozás fényében fog telni, hanem az európai parlamenti választásokkal, az Európai Bizottság újbóli megválasztásával, szóval egyfajta befelé fordulás várható, egyfajta saját magával való foglalkozás várható az uniós intézményeknél, és ez miatt azt gondolom, hogy 2019-ben nehéz lesz gyorsan, nagy lépésekben előre haladni. Ezért lesz szükség arra, hogy minden oldal, a tagjelöltek is, így Szerbia is, valamint a bizottság és a tagállamok is az idén még minél többet letegyenek az asztalra, annak érdekében, hogy előre ledolgozzák úgymond a 2019-es évben várható késedelmeket. Szerbia EU csatlakozása szempontjából kulcsfontosságú a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd. Ön szerint ez visszavetheti a csatlakozási folyamatot? Itt kettőn áll a vásár. A jelentés alapján egyértelmű, hogy mindkét félnek nagyon sok tennivalója van, és számos technikainak nevezett egyezmény végrehajtása még várat magára. Ugyanakkor, ami újdonságnak számít, hogy a bizottság nevesítette a szerb községek
közösségének jogállásáról szóló koszovói határozat témakörét, mint egy olyan feladatot, amely a koszovói kormánynak rendkívül módon is prioritásként kell, hogy szerepeljen az elkövetkező időszakban. Ez mindenképpen fontos eleme a jelentésnek, és én azt gondolom, hogy itt valóban szerb részről indokolt az elvárás, hogy a koszovói kormány lépjen ebben a rendkívül fontos kérdésben, annak érdekében, hogy az egész egyezmény és a már letárgyalt egyezmények minél hamarabb implementálásra kerüljenek. Egyre inkább csökken a támogatottsága a felmérések szerint az uniós csatlakozásnak Szerbiában. Hogyan hat ki ez az integrációs folyamatra? A véleménymérések, közvéleménykutatások ugye nagyon népszerűek, és minden hónapban elő lehet egy újabb jelentéssel állni, egy újabb méréssel állni annak a vonatkozásában, hogy az emberek körében milyen megítélése van az uniónak. Ugyanakkor az, ami fontos, hogy lássuk az összefüggést, az uniós tárgyalások és csatlakozási folyamatok mennyien párhuzamosan haladnak a közvélemény alakulásával. Abban az esetben, hogyha például látjuk azt, hogy a újabb tárgyalási fejezetek nyílnak, hogyha látjuk azt, hogy Brüsszel elismerően nyilatkozik a szerb kormány tevékenységéről, abban az esetben láthatjuk azt is már a következő mérésnél, hogy a népszerűsége az uniónak újra visszaáll az előző szintre. Úgyhogy szerintem, ameddig a csatlakozás nem történik meg, addig számíthatunk arra, hogy oszcillációk legyenek a közvélemény megítélésében, a tekintetben, hogy az unió az mennyire szükséges, mennyire kell Szerbia polgárainak. Itt a sokkal fontosabb az, hogy van egy politikai vezetői elszántság, hogy mindezen nehézségek ellenére ne a közvéleménykutatások vezéreljék a kormányzat tevékenységét, hanem a tényleges cél, ez pedig az, amit már többször hallhattunk a szerbiai kormánytól, az pedig, hogy teljes jogú taggá váljon az Unióban és Európa részévé váljon ez az ország. Idén mely csatlakozási fejezetek megnyitása várható Szerbia számára? Több tárgyalási fejezetnek történtek meg az előkészületei az elmúlt hónapokban. Itt említhetném például a költségvetési fejezetet, a halászati fejezetet, vagy a statisztikai hivatal működésével foglalkozó fejezetet, és ugyanakkor ide tartoznak még például a banki, üzleti és biztosítási témakörök, jogszabályok is, amelyekben, hogyha a harmonizáció megtörténik, például a banki szektorban sokkal könnyebben lehet majd intézkedni, illetve megfelelnek majd a szerbiai banki ügyleti rendszerek az uniós elvárásoknak. Ezek azok a fejezetek, amelyekben az elkövetkező hónapokban, lehetőleg még a nyári szünet előtt várjuk az Európai Tanács döntését. A gyakorlati életben milyen előnyöket érezhetnek az emberek egy-egy fejezet megnyitásából? Esetleg új pályázati lehetőségek is lesznek? Igen, ez egy nagyon jogos és teljesen érthető kérdés és teljesen érthető elvárás a polgárok részéről, hogy valamiféle javulást, jobbulást érezzenek a mindennapjaikban az uniós csatlakozásnak köszönhetően. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a csatlakozás még nem történt meg, ez csak egy folyamatnak az eleje, amikor egy tárgyalási fejezet megnyitásra kerül. A tárgyalási fejezet megnyitása igazából azt a lehetőséget nyitja meg, hogy az ország harmonizálja és felhangolódjon, ráhangolódjon az uniós jogszabályokra, az uniós standardokat elérje egy-egy témakörben, egy-egy területen.
és ez az, ami a csatlakozási folyamat végére gyakorlati könnyedségeket, előnyöket jelenthet. Legyen szó például a kis és közepes vállalkozások működésének szabályairól, legyen szó bankügyletekről, mint ahogy azt az előbb említettem, vagy pedig lehet még az agrártámogatások kérdéseit is említeni, és még sorolhatnánk azokat az előnyöket, amelyeket az uniós tagság jelent, de sajnos ezek mind csak azután indulnak be, miután a tényleges teljes jogú tagság elérésre került. Ehhez azonban az első lépés ezen a hosszú úton az az, hogy a fejezetek megnyitására kerüljenek, és ez az, ami miatt fontos ezekről az eseményekről hírt adni a polgároknak, és ugyanakkor egyfajta elismerése is az ország törekvésének az, hogyha minél több és minél gyorsabban történnek meg az újabbnál újabb tárgyalási fejezetek megnyitásai. Deli Andor, köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdésünkre.